Hozzátok ki a vízből, és tegyétek a megfelelő címkével jelölt teherautóba az ő... Ebben a csoportszobában digitális oktatójáték segíti a játszva tanuló gyerekek fejlődését, közben a többiek már készülnek a szabad levegőre és az ugráló várba. Záhony polgármestere azt mondta, az idén 34 éves város lélekszáma 4300, aki között 100 óvodás és 25 bölcsődéskorú gyermek van. Helmeci László úgy fogalmazott, az orosz-ukrán háború miatt a településre számos fiatal család is költözött Kárpátaljáról, így el tudják indítani az óvodás és bölcsődés csoportokat. A Hétszén Virág óvoda és bölcsőde komplex korszerűsítésére az önkormányzat 377 millió forint támogatást nyert, amelyből kívül belül meg tud majd újulni az épület. A teljes belső gépészeti felújítás megtörténik, tehát a víz, villany és hűtés rendszer átalakítása a kazánház utáni részen, valamint a burkolatok cseréje fog megtörténni. A terasz az kap egy árnyékoló felületet, ahol a nyári jó időben a gyerekek akkor tudnak kint is aludni. Lesz egy mini ovi focipályánk, ami szintén nagy szükség lehet rá, mert elég sok gyerek focizik az óvodából. Az udvar korszerűsítése megtörténik, és hát most már mindenki óvodába kocsival jön, tehát ami a legnagyobb problémánk a parkolási lehetőség. Kapunk 14 új parkolóhelyet, úgyhogy ez is segíteni fog arra, hogy a reggeli és az esti csúcsforgalomban egy kicsit könnyítsen ezen a városrészen. A polgármester azt is elmondta, hogy a helyi általános iskolába 340 diák jár, akik közül 80 tanuló a környező településekről érkezik. A város demográfiai adatai szerint közel 1300 nyugdíjas él Záhonyban, ez valamivel több, mint a lakosság harmada. A mintegy 1,3 milliárd forint értékű nyertes pályázataiból az önkormányzat egyebek mellett fejleszteni fogja az idősek nappali ellátását, és egy szociális központot is ki fognak alakítani. Tavaly ősz végén és az idén tavasszal kaptunk értesítéseket a pályázatokról. Közel 1 milliárd forintnyi pályázati forráshoz jutott a város. Lesz egy idősek nappali ellátása és egy szociális központ kialakítása egy most nem használt kisiskolában, egy régi iskolában. Egy városrészben meg tudjuk újítani 200 millió forintért az utakat, és az óvoda felújítás az, ami most még folyamatban van. Valamint van még egy BMS pályázatunk, ahol egy önkormányzati fűrészüzemet szeretnénk kialakítani. Ennek a tervezése, közbeszerzése folyik most. Tehát akkor, ha összeadom, akkor összesen 1,3 milliárd forint, ami most a városba került. Helmeci László a menekültekkel kapcsolatban hangsúlyozta, az Ukrajna felől érkező forgalomnak ma már csak kis hányada érkezik a háború sújtotta területekről. A polgármester úgy tudja, a többség Kárpátaljáról jön, és vagy ingázik, vagy rokonlátogatásra jön.